A KSC Kiskörösi Vattai Technikum és Kollégium több évtizedes vágya teljesült azzal, amikor 2022. január 5-én aláírták az új tornacsarnok kivitelezéséről szóló szerződést, majd január 12-én megtörtént az alapkőletétel is. Eljött a 2018-as év, amikor végül is sikerült elindítani ezt a folyamatot. Von Sándor képviselő úr támogatásával megkerestük a minisztériumot, és meghallgatásra került az óhaj, elindult egy folyamat. Hát akkor senki nem gondolta, hogy azért nagyon sok buktató vár még mi ránk. Egyrészt rendelési termódosítás, másrészt az anyagárak árának az elszabadulása, és hát azt mondom, hogy voltak pillanatok, amikor megint földerengett az, hogy hát lehet, hogy ez megint megakad valahol, de csapatmunkával végig is úgy gondolom, hogy sikerült eljutni oda, hogy most már az átadásnak az időpontjában gondolkodunk. A bruttó 1 milliárd 18 millió forintos beruházás során egy közel 2000 négyzetméteres sportcsarnok épült meg, mely 5 sportágnak ad majd otthont. 150 ember tud egy mérkőzést megnézni, de a felső részen, a felső folyosóról is lehet nézni a mérkőzést, tehát ilyen 250-300 ember tud nézni egy mérkőzést. Egyébként pedig, hogyha az intézménynek, az iskolának nagy rendezvénye van, akkor 1000 fő befogadására alkalmas a csarnok, tehát a biztonsági berendezések úgy vannak kialakítva, tehát a mindenféle rendezvény szervezése, kialakítása biztosított ebbe a csarnokba, ami ennek a városnak az életében esetleg előfordulhat. Az új sportcsarnok létrejötte nem csak a szakképzési centrum, hanem Kiskörösváros életében is nagy mérföldkő. A város mindig is sportcsarnok és fedett csarnok hiányban szenvedett. Ugye a városi sportcsarnok átkerült az evangélikus iskolához, aminek semmi gondja és baja nincs, de az egésznapos sportolási rendet, azt mindenképpen ugye az iskola délután 4-ig fogta. Mi csak délután 4 óra után tudtunk bemenni a kézilabdával, a futballal, a női, a férfi sportokkal, és bizony-bizony ez már kezdett szűk lenni. Nekünk ezért volt nagyon fontos, az iskolának meg, mert főigazgató úr nagyon jól mondta, valahol egy műhelybe volt 30 éven keresztül a gyerekeknek a testnevelés oktatása. Ugyan az egyesség még nem született meg, de az új épületet nem csak az iskola tanulói, hanem a város sportegyesületei is használhatják majd. Az, hogy az épületet mikor adják át, jelenleg még szervezés alatt van, de mint elhangzott, arra látják a legnagyobb esélyt, hogy április első két hetében valósulhat meg az ünnepélyes átadó, addig pedig a sportcsarnok környékét is szeretnék rendbe tenni. A vattai új sportcsarnokával kapcsolatban készült bővebb összeállításunkat Naprakész című műsorunkban tekinthetik meg a híradót követően.